Átadták a Porpáci Aladár szakképző iskola új épületét Fertődön. A beruházás közel 1 milliárd forint állami támogatásból valósult meg. Tisztelettel köszöntöm Önöket a Soproni Szakképzési Centrum Fertődi Porpáci Aladár szakképző iskolája új épületének átadása alkalmából az iskola tanévnyitó ünnepéjén. Králik Tibor vagyok, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója. Nagy öröm számunkra, hogy elfogadták meghívásunkat, és részt vesznek ezen az ünnepélyes alkalmon. Ez a nap ünnep. Ünnep az iskolának, ünnep Fertőd városának, a szakképzési centrumnak, de úgy gondolom az egész magyar szakképzésnek is. Tisztelettel felkérem a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár urat ünnepi beszédének megtartására. Az anya nem csak az életet adta tovább, megtanított egy nyelvet is fiainak, rájuk bízta a századok folyamán lassan fölhalmozott kincset, a szellemi örökséget, amelyet ő is csak letétbe kapott, hagyományoknak, fogalmaknak, mítoszoknak ezt a hagyatékát, amelybe benne él mindaz a különbség, amely Newton vagy Shakespeare és a barlangok állatai között van. Tisztelt képviselő úr, tisztelt helyettes államtitkárasszony, kormány megbízott úr, elnök úr, tisztelt polgármester úr, kedves vendégek, pedagógusok, tanulók!
Saint-Exupéry gondolata, ami az anyai szerepről és annak nagyságáról szól, nagy igazságot tartalmaz. Ugyanis van valami, ami nem csak a gyermekkorban, hanem később is állandóan körülvesz bennünket, és átadja mindazt a tudást, tapasztalatot, hagyományt, amelyet egy közösség az elmúlt századok alatt felhalmozott saját maga számára. Ez a valami, nevezzük közösségnek, lehet a család, benne az anya, egy iskola, akár az alma mater, a nemzet és számtalan kisebb, nagyobb közössége. Mégis alakításunkban, a család mellett jelenkorukban talán elmondhatjuk, az iskola gyakorolja legerőteljesebb hatást életünkre. Így egy tanév kezdetén ünnepi keretek biztosításával mindig nagy figyelmet kell fordítanunk az elkövetkezendő időszakban elvégzendő feladatokra, valamint be kell mutatni azokat az adottságokat és lehetőségeket, amelyeket az új tanév ad a számunkra. Ezzel köszöntök mindenkit a jeles nap alkalmából, amikor több okunk is van az ünneplésre. Ugyanis új tanév veszi kezdetét, ami minden évben, ahogy említettem, új lehetőségeket és új kihívásokat jelent tanulóknak és pedagógusoknak egyaránt. Azonban ez a mostani egy különleges tanévkezdet a 71 éve működő Porpáci iskola életében, hiszen jelentős változások történtek az elmúlt egy-néhány hónap alatt az iskola épületében. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy én adhatom át Fertődi pedagógusainknak, diákjainknak ezt a modern, a mai kor elvárásainak minden szempontból megfelelő, korszerű infrastruktúrával felszerelt iskolaépületet, amely 1 milliárd forintos hazai forrásból a magyar kormány kiemelt beruházásaként épült meg. Aki építkezik, az mindig a jövőbe tekint, azonban a jelen ünnep alkalmával sem szabad megfeledkeznünk a múltról, amely lehetővé tette, hogy most itt álljunk együtt. Az intézmény alapítója és névadója dr. Porpáci Aladár, a neves oktató és kutató. Az intézmény a fennállása óta eltelt 71 év során mindvégig követte alapítója eszmeiségét, törekedve a folyamatos megújulásra. Ennek a folyamatnak egyik fontos állomása volt 1994. Ekkor vette kezdetét a magyar-osztrák együttműködés keretében kialakított kooperációs modell, amely a közgazdaság ágazatban a két ország tapasztalatára építve magas szintű nyelvoktatás biztosításával teszi lehetővé a tanulók fejlődését. A megújulás nevében bővült az intézmény képzési palettája, a turisztikai ágazattal, így a közgazdasági képzésekkel egyetemben olyan komplex, duális képzési rendszer működik, amelyhez kiváló gyakorlati hátteret nyújt az iskola szakmai kapcsolatrendszere és földrajzi elhelyezkedése. Tisztelt ünneplő közösség! A mai nap tehát ünnep mindannyiunk számára. Ünnep, hiszen Magyarország kormánya a kiemelt beruházással lehetővé tette, hogy a múltban végzett jelentős eredményeket hozó munkát a jövőben is tovább folytathassuk és folytathassák önök ebben a korszerű, tisztanteremmel, természettudományi szaktanteremmel, orvosi szobával, tambolttal és sportcsarnokkal rendelkező a modern szakképzés elvárásainak megfelelő környezetben. Ugyanis közös feladatunk a szakképzés presztisének, színvonalának további emelése, magasan képzett szakemberek biztosítása a versenyképes gazdaság részére. És a szakképzés vonzóbbá válását nem csak a jövőkép pozitív irányú alakításával, a szakmák és a szakképzés presztisének emelésével, hanem a képzés helyszíneként szolgáló épületek állapotának javításával, korszerű iskolák építésével tudjuk megvalósítani. Emellett, tehát az építkezés mellett természetesen az oktatás minőségének fejlesztésére is sok gondot kell fordítani. Ezért a nyár folyamán elindítottunk a megszerzett tapasztalatok alapján a szakgimnáziumokat érintő szakképzési kerettantervek felülvizsgálatát. Így a már kialakult, iskolák által megszokott rendszerbe szeretnénk több mozgásterát, választási lehetőséget adni az oktatás folyamatában. Az eredeti szakmai tartalmak módosítása nélkül egyszerűsített tantárstruktúrával, a fő és mellék szakképesítés tananyagának egyértelmű szétválasztásával szeretnénk kialakítani egy olyan szabad sávot, amelyet olyan tartalmakkal töltenek fel az iskolák,
amelyek növelhetik a tanulói kompetenciáit, készségeit, ezáltal munkaerőpiaci vagy továbbtanulási esélyeiket. 6 ágazatban, 18 tantárgy esetében ezek az alternatív tantervek elkészültek. Alkalmazásukra a 2018-19-es tanévtől lesz lehetőség. Ezekre a változtatásokra, bevezetésekre a következő ágazatokban lesz lehetőség. Épületgépészet, vegyészet, építőipar, közgazdaság, kereskedelem és turisztika. Ez a tanév, az előttünk álló tanév elég időt ad arra, hogy a pedagógusok megismerkedjenek a lehetőséggel, hogy el tudják dönteni, szeretnék-e bevezetni ezt. Feladatunk lesz, hogy az év folyamán összeállítsuk a szabadsáv választható tartalmát is, mint például a vakon képírás, gépjárművezetés, ágazati készségeket erősít tantárgyak listája, amellyel az intézmények pedagógiai programjaikat bővíthetik. A választható tartalmak a munkaerőpiac számára releváns ismeretek, készségek fejlesztését, ágazatnak megfelelő továbbtanulási lehetőségek erősítését fogják eredményezni a szakgimnáziumokban. A számtalan feladat és lehetőség egyik helyszíneként a most átadandó új épület, a megteendő első lépések egyikeként a nemes feladat súlyához mérten méltó helyszínül szolgál a szakképzős céljainak megvalósításához. Kívánom, hogy az eddig végzett eredményes munkát még hatékonyabban tudják végezni, és számtalan e iskola falai közül kikerült diák, visszautalva Saint-Exupéry gondolatára, alma máterként tekintsen vissza intézményükre, akár évtizedek távlatából is. Ezzel szeretném megköszönni a meghívást, kívánok eredményes tanévet mindannyiuknak, és megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelettel felkérem államtitkár urat, Fiatl Mátyás képviselő urat, Bognár Zoltánt, Fertődváros polgármesterét és az iskola diák képviselőit az ünnepélyes szalag átvágásra, majd Tóth Miklós plébános urat az épület felszentelésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, kedves ünneplők, kérjük alázattal az Istent, a tudományok urát, hogy mindazok, akik ide jönnek, és az előadásukon tudást és életszabályokat keresnek, lelkük mélyén a Szentlélektől kapnak tanítást, és az evangéliumban a Mestert, az Úr Jézust hallgassák. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, hallgass meg imádságunkat, az újonnan elkészült iskolaépület, amelyet az ifjúság világi tanulmányainak ápolására, a tudományok haladásának előmozdítására és a bölcselet oktatásának hasznára szentelünk, legyen az a székhely, amelyben a diákok és a tanárok az igazság szavai által tanítva a keresztény élet bizonyságait követik, és a tanító Krisztushoz egész szívvel igyekeznek ragaszkodni, aki él és szolgálva szeret mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, aki az emberek és a nemzetek tanítója voltál, és isteni példáddal arra oktattad egyházadat, hogy hívja magához a gyermekeket és a fiatalokat, add az elkészült iskolánkra, az itt tanuló fiatalokra, tanáraikra, nevelőikre, és mindazokra, akik itt dolgoznak, add áldásodat. Megköszönjük mindazok munkáját, akik megtervezték és fölépítették ezt a korszerű iskolát, intézményt a hozzátartozó létesítményekkel együtt. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az út, az igazság és az élet. Add, hogy az itt tanuló fiatalok magyar hazánk javára és épülésére legyenek, tevékenykedjenek és dolgozzanak Krisztus a mi Urunk által. Amen. Így áldja meg az Atya,
a Fiú és a Szentlélek ezt az új intézményt, és sok-sok diák kerüljön ki országunk javára és épülésére Krisztus a Milyen által. Amen. Uram, hallgass meg a mi könyörgésünket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Tisztelt ünneplő közönség, államtitkár úrhoz csatlakozva, aki iskolát épít, az a jövőt építi. Nagy felelősséget kaptunk, köszönjük ezt a lehetőséget, ezt az ajándékot. Három szó köré gyűjtött ma mondani valómat. A köszönet, a felelősség és a szolgálat. Köszönet mindazoknak, akik hittek abban, hogy itt egy új iskola fog épülni, és nagyon sokat tettek azért, hogy ez megvalósuljon. Nagyon sok ember, szervezet azon dolgozott, hogy ez az iskola fölépülhessen. Köszönöm a tanulóknak, az igazgatónőnek, a nevelőtestületnek a kitartást, hogy az elmúlt években is munkájával bizonyította, hogy itt érdemes új iskolát építeni, és új teret adni a szakképzésnek. A felelősség, amit ezzel a lehetőséggel a vállunkra veszünk, tudjuk, hogy nagy. Büszkén vállaljuk, és ígérjük, hogy megálljuk a helyünket. Mindenre azért tudunk bátran vállalkozni, hiszen az elmúlt évek körülményei között is bizonyította ez az iskola, diákság és nevelőtestület, hogy jó befektetés itt Fertődön új iskolát építeni. És szolgálat. A Soproni Szakképzési Centrum hitvallása, hogy minden tevékenységüket a gazdaság irányába végzett szolgálatnak kell láthatnia. Az iskolarendszerű nappali képzésben, a felnőtt képzésben és a felnőtt oktatásban a mi feladatunk, hogy ennek a térségnek a gazdaságát szolgáljuk, kiszolgáljuk. Ehhez új utakat kell keresni, a régin tovább lépve meg kell oldanunk az előttünk álló feladatokat. A szakképzési centrum ezt vállalja, és a Porpáci Aladár szakképző iskolája az elmúlt években az állandó megújulásával, az új utak keresésével, a korszerű képzéseivel mindig is a térség gazdaságát szolgálta, és fogja a jövőben is. Köszönjük ezt a lehetőséget! Karinti Frigyes előszó című versét Régaisz Péter előadásában hallhatják. Karinti Frigyes előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom majd mindenkinek. Próbáltam súgni szájra és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami úgy is egyre megy, és amit nem tudnak más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra mentem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a pici csodát, hogy megkeressem azt a másikat, és fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott. Tudom, de mindig mindenki. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart, csúg lett tőle. A másik jégében lett. Megfagyott. Elment a sírba. Itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Nem mondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett, hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántottam, hogy szólom Istennek, ha van. De nékem ő égő csikkefenyérben meg nem jelent, se borban is kérdében. Hiába várta a sóvább égen, nem lehetett rá, hogy őt égen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor csúfoltak és kihúztak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már. És még itt vagyok. És tanúskodom a napon,
hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, nem egy világ, se éjszakfény, se álló világ, nem voltam jobb, se rosszabb senki. Mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek utódja, ő se, mindenkinek rokona ismerőse. Nem mondom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Elmondom én. Elmondanám. De béna a kezem. Stadol a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát. Nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, nyelni, lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom itt, lent a porban rossz a hangom. Egy láb ellenbelülnek eltapostam, emeljetek hát fel a magasban. Egy szószéket a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én, de úgysem sem. Örömét használom. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szeretem, álmát látott szemben, amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok majd mindenkinek. Tisztelettel és szeretettel felkérem Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselőjét köszöntőjének megtartására. Most van idő csodákat művelni, most, vagy talán soha. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt főispán úr, tisztelt polgármester úr és polgármester urak, kedves burgelandi barátaink, kedves pedagógusok, kedves diákok, hölgyeim és uraim! Vidékünk nagy formátumú személyisége, a magyar nemzet felemelésének Szent István után legnagyobb magyarja, gróf Széchenyi István Hitel című művéből származik a biztatás. Most van idő csodákat művelni, most, vagy talán soha. Fertőd városa egy újabb, imponzáns épületegyüttessel gyarapodott, egy új, igazán a városhoz méltó városrész alakult ki, egy új, a 21. századi oktatási intézmény emeli a hely rangját, mindez gróf Széchenyi István biztatásának azt értelmezését erősíti, hogy a csodákra nem várni kell, a csodákban nem bizakodni kell, hanem azokat nekünk kell művelni. Akkor azok Isten segítségével és közös munkánk eredményeképpen valóságá válik. Igen, a jelenkori csodák nem önmaguktól valók, hanem olyan helyzetfelismerésnek, elhatározásnak és kemény munkának közös eredményei, amelyek a közösséget szolgálják és azt akarják szolgálni. És ezzel a közösséget és egyben a jövőt szolgálják. Fertőd városa és a térség igencsak sok és jelentős értékkel gyarapodhatott az elmúlt évek során. Csak egyet-kettő kastélyfejlesztési program, kulturális központ avatása, sportpályák avatása, de a környező településekre is ez jellemző. De egy új iskola, egy település életében egy iskola, egy térség életében több, mint impozáns épület együttes, több, mint egy jellegzetes városrész, több, mint rangos intézmény. Egy iskola a jövőépítést meghatározó szellem és tudás helye. A csodaművelésre, azaz a látszólag lehetetlennek való megküzdése, bátorságra való nevelés és példamutatás helye. A Porpáci ezentúl mindig ez lesz, legalábbis én bízom benne. Olyan hely, ahol a tudás,
az ismeretek, az információk és a készségek mellé a diákokat, a közösségépítés, a közösség szolgálatának kötelességére és felelősségére is neveljük, mint az ország eljövendő sorsának alakítóit. Ennek a nevelésnek jó alapja jelenünkben, Széchenyivel szólva, a cselekvésre való kellő idő felmérésének képessége, annak a nemes parancsnak a végrehajtása és annak kötelessége, most van idő. Tisztelt egybegyűltek! Ahogy a Porpáci iskola több évtizedes történetében elérkezhetett az idő, amikor a nevelés-oktatási tevékenységhez a szükségszerűségtől is sürgetve méltó körülményeket teremtettünk, ennek a Széchenyi gondolatnak az érvényre juttatásába történhetett meg. Sokan voltunk annak idején, sokan voltunk az együttgondolkodásban, abban, hogy most, vagy talán soha, ha ezt elmulasszuk. És mi mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian, közösen tudtunk élni az adott pillanatban, a mosttal. Ehhez kellett az is, hogy ma Közép-Európában GDP arányosan Magyarország fordítja a legtöbbet oktatásra a nemzeti össztermék 5,2%-át. Ehhez kellett az az idő, ami most van, amikor Magyarország gazdaságpolitikája lehetővé teszi az iskolateremtést, az építést, a nevelés, az oktatás soha nem látott mértékű szolgálatát. Széchenyi hitelbeli szavaival él megint a nemzet, és nőtt azóta, s mindinkább erősödött. Ehhez kellett az, hogy 2013-at követően az állami szerepvállalás, a felelősségvállalással, korszerű szakmai infrastruktúrális fejlettételek biztosításával megerősödött a minőségi munka. Kellett az a kormányzati szándék, akarat és támogatás, amelynek köszönhetően 1 milliárd forint nagyságrendben tartotta fontosnak Magyarország kormánya, konkrétan a fertődi és a térségbeli oktatás támogatása a jövő iskolájának, a Porpáci iskola megépítését. Ez a kormányzati pénz elengedhetetlen, elsődleges forrása, alapja volt az iskolaépítésnek. Ehhez kellett még a helyi önkormányzat szándéka, akarata, segítsége, ezúton köszönjük Bognár Zoltán polgármester úrnak azt az áldozatvállalást, amit tulajdonképpen rajta keresztül, az önkormányzaton keresztül Fertőd hozzájárulása ehhez a csoda teremtéshez. Ehhez kellett a pedagógusok, a szülők áldozatvállalása, türelme és megértése, bizalma abban, hogy a kormány az ígéreteit beváltja. Kérem, itt engedjenek meg egy gondolatot, meggyőződésem, hogy egy pedagógus képessége, hozzáadott értéke olyan körülmények között mutatkozik meg, és akkor a leghitelesebben, amikor a küzdelemből és a jó cél érdekében való elszántság következetességéből kell példát mutatni. Köszönet a Porpáci pedagógusainak, hogy nem rövid átmeneti időszakból, mindebből igaz pedagógus módjára tanúbizonyságot tettek. Kérem, engedjék meg, hogy itt néhány személyes gondolatot is belevegyek a köszöntő beszédembe, mert amikor arról beszéltünk, hogy a kormány ígért, akkor azt tudom mondani, hogy voltak itt választási gyűlések, akik még emlékeznek rá, állandóan a legfőbb téma az volt, hogy lesz-e iskola, lesz-e szakközépiskola, lesz-e középiskola, marad-e a középiskola. Azt tudtam mondani, hogy mi, Fidesz-KDNP azon vagyunk, hogy igenis Fertődön ennek a térségnek a vonzás körzetében kell egy szakközépiskola, amit aztán a kormány segítségével valóra is váltottunk. És akkor itt kell megköszönni azt a kemény, kitartó küzdelmet, amit az igazgatóasszony is folytatott, amikor nem hagyott békét még akkor sem, amikor már nem, mint megyei alelnök felügyeltem az iskolát,
hanem képviselőként is állandóan a nyakamra járt, hogy tegyem a dolgomat, hogy valóban valóra váljon az, amit elképzeltünk. Persze gondoskodott arról is, hogy otthon is legyen valaki, aki állandóan ezt elém tárja, úgyhogy ne legyen nyugalmam egy percig se. Aki érti, az tudja, hogy ez mit jelent, és miért mondtam mindezt el. Tisztelt megjelentek, és ahhoz, hogy ez a mai nap elérkezzen, kellett a diákok jó szándékú és segítőkészséggel megélt mindennapja. Kétségtelen, hogy többletmunkájuk, energiájuk az adó körülmények miatt nagyon fontos volt. A felsoroltaknak köszönhetően is a 2017-18-as tanévító a térség, számomra mindenki, de talán az ország legszebb, de mindenképp az egyik legújabb és a legkorszerűbb iskolájában, Széchenyi után szabadon, csodában való részesülésben van részünk itt mindannyiunknak. Kedves diákok, akik mindannyian ide jártok, majd nap mint nap, valóságá lesz az életetekbe, hogy most van idő csodákat művelni, hinnetek kell abban, hogy ti is tudtok csodákat művelni, tulajdonképpen hasznos tettel, nemes cselekedettel, mint a Széchenyi mondja. És kellett még a csodához az oktatási időközbeni megfelelő strukturális átalakítása, hogy Sopronba kerüljön a szakképzési centrum, mert ez is kellett hozzá. És akkor főigazgatónak is köszönjük azt a bábáskodást, amit ezen idő alatt az elmúlt időszakban tett, valóban azért, hogy ez ma itt megvalósuljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Térségünk, az itt élő emberek, de az egész magyar jövőnek sorsát azok a tetrekész bátor fiatalok jelentik, akik kellő felkészültséggel, tudással, világszemlélettel, a közösségi elkötelezettséget erősítő hazafiassággal akarnak tanulni, többé lenni, saját maguk, és a közösség gyarapítása érdekében. Az iskola alap erre, amire építeni kell. Iskoláink, oktatási intézményeink és rendszereink jelölik ki azt a jövőnek és a jövőnek azokat a fiatalokat, azoknak a fiataloknak az útjait, amelyen a fiataljaink elindulnak, és amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország, a mi és Európa jövője. Ezért a térség erőssége lesz az iskola, az itt végzett szakemberek tudása által, a térség vállalkozásainak, gazdaságának, településének erősségeire lesz az intézmény, amely együttműködések sorával szolgálja a térség vonzerejét, gyarapodását. És megint egy kis kitérő, már ez eddig is, mint ahogy főigazgató úr tett rá utalást. Kapcsolatrendszer van az egyetemmel, kapcsolatrendszer van a kulturális központtal, kapcsolatrendszer van a Fertőtájjal, világörökséggel, a Nemzeti Hanságparkkal. Mind-mind az a lehetőség, ami, kedves diákok, előttetek áll a jövőben is. Meggyőződésem, hogy a ma átadott Porpánc iskola, Magyarország és a nemzet, Európa méltó jövőt fogja szolgálni. Ezért még egyszer köszönet Magyarország kormányának, és kérem államtitkár urat, hogy valóban tolmácsolja is ezt, hogy mi köszönetünket fejezzük a kormány felé, hogy ez nekünk megadatott. És újból csak megköszönjük Fertőd város polgármesterének, az önkormányzatának, mert ahol vagyunk, azokat a lehetőséget ők biztosították számára. Köszönet főigazgató úrnak és Leller Adnara igazgatóasszonynak is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves digátok, végezetül Széchenyi István, a már idézett művéből származó mai értelmezés szerinti gondolataival kívánom, hogy a ma felavatott Porpánc iskola szolgálja a nemzet felemelkedését és gyarapodását, megmaradásunkat, idézem. Elég, ha mai államunk határai között mi egy újabb és nemesebb század fiai, elődeink példájára, mint ők, kezet fogunk, vállat vetünk és elszánt akaratunk által, amelynek előbb-utóbb semmi sem a világon nem állhat ellent, Magyarországot hatalmasabb országok sorába emeljük.
és tisztelt Hölgyeim és Uraim, én úgy gondolom, hogy ebben a térségben, ahol mi élünk, nem véletlen üdéztem Széchenyit, nekünk valóban az ő útmutatása szerint, és nektek, kedves diákok, ezért kell cselekedni. Ma egy másik évnyitón voltam, és ez a befejező rész, az ottani pedagógusoknak azt találtam mondani, hogy ma egy évnyitóra fogok jönni, és itt pedig most azt fogom, és elmondom, hogy mit mondtam nekik, de itt most minden polgármesternek, és a térség iskola igazgatóinak is azt tudom mondani és kérni őket. Itt van ez a gyönyörű Porkánci iskola, itt van ezzel a háttérrel, éljenek velük, küldjék ide a nyolcadikasaikat, a diákjaikat, mert akkor lesz értelme annak, amit mi tettünk ezért, vagy amiért a magyar kormány megtette azt, hogy ide egy milliárdért iskolát épített. És ha ezt tesszük, akkor valóban tudjuk azt biztosítani, hogy ennek az iskolának a jövője hosszasan biztosítva lesz. Nem tudom, hogy mondhatom-e, de ezzel Fertődön az iskolaépítés még nem fejeződött be. Polgármesterre nézve bízom abban, hogy rövidesen azt is bejelenthetjük, hogy további iskolaépítés is meg fog valósulni itt Fertődön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldja fertődieket, az iskolát és mindenki, aki részt vett ebben a munkában. Köszönöm. Sérzi, ez az Otthonunk című dala következik. Iskolánk tanulóinak előadásában. Volt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók. Nincsből is várnak építők, az el nem csüggedő. Thank you.
Felkérem iskolánk igazgatónőjét, Wellner Andreát, gondolatai tolmácsolására és a 2017-18-as tanév megnyitására. Kedves ünneplő közönség, a máról, a pillanatról szeretnék beszélni. Minden nap egy új nap. Minden pillanat egy új lehetőség. A mai nap a múltunk eredménye, a mai nap az otthonra találásnak a napja. A pillanat jelentősége felbecsülhetetlen. A mai nap üzenetévé a fehér tulipánt, a porpáci diót, berkenyét, a gyertyalángot választottam. A tulipán legősibb motívumon közé tartozik. Magában hordozza a nap, a fény, az erő, az élet születését, a megújulást, az isteni örök körforgást. A szeretetet, a tiszteletet, az elismerést, a fehér színe, a tisztaság jelképe. A dió számomra a gondolkodást, a tudást, a tapasztalatokat jellemzi. A gyorsan változó, a legújabb szakmai kihívásokra reagáló nyitott, befogadó elme, az alkalmazkodó készség, a nyelvi és digitális kompetenciák fejlődésének a helye. A berkenye erősíti a szívet, a szív a szeretet jelképe. A közösségeinket, családjainkat, nemzetünket összekötő erős köteléké. A gyertya lángja a fényt, az újító gondolatokat, az innovációt, a kezdeményező készséget, az otthonunk melegét jelképezi. Ha mindezek a szimbólumok megjelennek egy otthonban, egy iskola falai között, ha jelentőségük, ha értelmük van, akkor lehetnek álmaink. Nem csak jelenünk, de jövőnk is lehet. Kedves diákok, kedves újonnan beiratkozott tanulók! Minden értékes pillanat valamiféle belső gazdagságból tör elő. Ti vagytok a jelen csiszolatlan gyémántjai, ti lesztek a jövő vezetői. Tegyetek meg minden nap minden tőletek telhetőt, életetek felfedezéséért, és minél szebb, minél teljesebb ragyogásáért. A tehetség adott. A készségeitek viszont csak úgy fejlődnek, ha gyakoroltok. Tegyétek fel magatoknak a kérdést. Ki akarok lenni? Mit tesz boldoggá? Figyeljetek önmagatokra, és fedezzétek fel a bennetek fejlődő virágot, a gyümölcsöt. Kedves diákok, mi a lélekemberek útját követjük. Mi ezt az utat, ezt a példát mutatjuk nektek. A Porpáci Szakképzőiskola ezt adja nektek mintául. Legyetek büszkék iskolánk hagyományaira, tanulnotok kell a történelmünkből, nincs jobb tanítómester a történelemnél. Egy nemzet, egy közösség, egy család, akkor erős, ha egy szív, egy lélek. Kívánok nektek időt, feladatokat, terheket, bizonytalanságokat, kudarcot, sikereket, tudást. És kívánok nektek lelket. Kívánok nektek tiszta elmét, jó szívet, végtelen szeretetet, hitet önmagatokban. Egyszer minden elmúlik, és valami más veszi át a helyét. Tanuljatok, tudásotok legjavát adjátok, hogy a munkaerőpiacra lépve társadalmunk hasznos tagjai lehessetek. Kedves szülők, gyermekeikben élnek azok az eszmék, gondolatok, minták, amelyeket önök mutattak. Igaznak, a többiekkel hűségesnek kell lenni ebben az életben. Hűségesnek kell lenni a társunkhoz, családunkhoz, egy eszméhez, a hazához. Bármit is hozzon a sors, egy szülő feladata szeretni és hűnek lenni gyermekéhez.
Kívánom, hogy tudják szeretni, támogatni gyermekeiket. Kívánom, hogy gyermekeik szeressék önöket. Higgyenek a család megtartó, felemelő, védelmező erejében. Kedves magyar és osztrák kollégák! Egy pedagógus a jellemével, a személyiségével tanít. A minta, amit mutattok, másolódik. Hiszek bennetek, hiszek tudásotokban. Tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon tegyetek meg mindent, ami elvárható. Versenyeken öregbítsétek iskolánk hírnevét. Nekünk a legjobbak között kell lennünk. Mi távlatokban, mi felfelé nézve gondolkodhatunk. Mi új otthont kaptunk, a Porpáci első otthonát. Nekünk kötelességünk jónak lenni. Kedves munkatársaim, köszönöm, hogy vagytok, hogy mindig, minden körülményben számíthatok rátok. Kedves településvezetők, kedves partnerszervezeteink, mi az Alpokalja Fertőtáj egyetlen szakképző intézményeként valamennyi település iskolája szeretnénk lenni. Szakmai kapcsolataink, az oktatás, a gyakorlat, a közösségi szolgálat, kulturális tevékenységeink révén veletek együtt gyújthatunk lángot, adhatunk követendő példát. Ez felelősség, ez közös feladat. Kedves vezető kollégáim, bármikor készen kell állnunk, hogy feláldozzuk a jelenünket a jövőnkért. A világ azok által, az emberek által él, akik minden nap többet tesznek, mint kötelességük volna. Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van. Akkor vagyunk igazán szabadok, ha azt, amit vállaltunk, meg tudjuk tenni. És a kudarcok, sérelmek után is az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság él a szívünkben. A fürgeség, az életre valóság, az elevenség, a figyelmesség nagyon fontos. Másképp elbukunk. Azok az emberek, közösségek, népek, ahol a szeretet, a szolidaritás, az egymásra figyelés megszűnik, ott nincs tovább. Nevesd meg az apró magot. Hatalmas fa lehet belőle. Kedves államtitkár úr, kedves helyettes államtitkárasszony, kedves képviselő úr, kedves kormány megbízott úr, kedves polgármester úr, kedves főigazgató úr. Egy-egy kivételes ember, egy iskola, egész szakma egy nemzet jövőjét határozhatja meg. Önök ezt tették, jelent adtak, és a jövő lehetőségét. Az alapzat megvan, kemény kőszikla az. Rajtunk múlt, igazán mi rajtunk, hogy mit emelünk reája. Várat, boltíves falakat emeltünk, melyeknek védelmező biztonságában család és nemzet talál menedéket. Hálánk jeléül, tanítványainktól fogadják szeretettel a Porpáci Mézes Kalács házat, dióval, berkenyével, mécsessel és fehér tulipánnal. A tudás, a szív, a lélek, a születés szimbólumával. Fontos segítőink egy-egy szál tulipánnal léphetnek tovább. A 2017-es, 18-as tanévet ezennel ünnepélyesen megnyitom. Áldott évet, áldott tanéveket kívánok magunknak, s mindannyiunknak.